Start. Start elindult a verseny, a start előtt hibázott a favorit Ünteim, neki ment egy kicsit az autónak, Underworld viszont az indítás pillanatában is galopozott, és most is, tehát kiesett a küzdelemből. Urdika M vezet, Dr. Kartali Kittivel kezdett nagyon gyorsan, mögötte pedig Vaku Emko és Berta Edina, két hölgyhajtó, tehát diktálja a tempót, kevésbé rutinosak ők az urakhoz képest ebben a mezőnyben. Ünteim beül a vezető lovak mögé, és liba sorban a kis mezőny, majd jön Samuel Beckett AT, illetve Unifera M. A vezető ló viszont látványosan visszavesz a tempóból, aztán szépen lassan megérkeznek mögé a többiek, kicsit tele kézből fölszaladnak a hátsó taktusban, most pedig ezt az egyenes megint megnyomja Urtika M. Dr. Kartali Kittivel, úgyhogy változatos a ritmus, kérdés, hogy kifárad el jobban ebben a verseny lefolyásban, hiszen most nagyon-nagyon jó az eleje, sőt lehet, hogy túlságosan is gyors egy körrel a vége előtt. Igen, hát nagyon-nagyon megrántotta hirtelenjében az elejét Urtika M, és hát a második henüggető Vaku Emkóval szemben is legalább 10 méteres a forja, Vaku Emko mögött pedig még legalább újabb 10-15 méterre helyezkedik a top favorit Ündám. Underworld nincsen verseny, mert Samuel Beckett AT jelenleg a negyedik, Winifred M pedig momentán az ötödik pozícióban üget. Amikor a kanyarból majd kiér a mezőny, akkor ezért egy picit talán olvad a vezető Urtika M előnye Vaku Emkóval szemben mindenféleképpen, de talán azért Ündám egy kis lassacskán látótávolságon belül kerülnek, de még most sem lehet azt mondani, hogy nagyon közel lenne mondjuk a favorit a vezető Urtika M-hez képest, akire viszont teljesen rászalad most már Vaku Emko, akkor amikor a mezőny most már az utolsó lassacskán 600 métert fogja kezdeni. Urtika M, Vaku Emko, Ündám most már csak a negyedik, hiszen mellette Samuel Beckett AT is elüget, úgyhogy ebből azért lehet egy izgalmas finish, annál is inkább, mert a vezető négyes lassan-lassan, talán most már azt lehet mondani, hogy viszonylag közelüget egymáshoz képest. Viszonylag közel vannak egymáshoz, és vezet még mindig Urtika M. Az utolsó 400 méteren belül vagyunk már Urtika M az élen, szépen lassan megérkeznek rá tömbiek, Vaku Emko pedig támadást indít, a falon Ünteim is érkezik, a túlsó oldalon volt némi hullám völgye, most viszont már Samuel Beckett AT megint maga mögött tudhatja, és Winifera M is közeli. Ötödik, megérkeznek a lovak a befutó egyenesre, és Vaku Emko át fogja venni a vezetést. 200-al a vége előtt, Vaku Emko most már az élen, Vaku Emko vezet, Urtika M pedig fárad, jön Ünteim, Ünteim támad, de Vaku Emko szívósan védekezik, Vaku Emko az élen, másfél-két hossz az előnye, 100 méter sincs már hátra a versenyből, és Vaku Emko nyeri a versenyt, Vaku Emko a győztes, mögötte pedig nagy küzdelem Ünteim és Winifera M között.